Kedves nézőink, köszöntöm Önöket, a Bajai Televízió híradóját látják pénteken este. Egy rövid előzetessel kezdünk. Jelenlegi és leendő vállalkozók találkoztak. Szakmai napot rendeztek a főiskolán, generációk cseréltek egymással tapasztalatot. Virágos ovik és sulik. Az oktatási intézmények számára írtak ki egy versenyt. Beszéljünk róla. A depresszió terjedéséről és hatásairól tartottak interaktív előadást a közösségi házban. Szakmai napot tartottak vállalkozók számára pénteken délelőtt az Eötvös József Főiskolán. A rendezvényre hallgatókat, gazdasági szakokon tanuló középiskolásokat, valamint bajai és környékbeli vállalkozókat vártak. Próbálják gyakorlatiassá tenni az oktatást a főiskolán. A mostani fórum is ezt szolgálja, mondta a szervező Póla Péter. A szakmai napon a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének képviselői tartottak előadást. Nekünk rendkívül fontos ez a találkozás, és azt reméljük, hogy kölcsönös előnyöket tudunk ebből profitálni, mi is és a VOSZ is. Nekünk nagyon fontos, hogy megtaláljuk azokat a vállalkozói kapcsolatokat, akiknek az igényei alapján, az igényei szerint alakíthatjuk a gazdálkodási képzést Baján. Perlusz László, a VOSZ ügyvezető igazgatója bemutatta, milyen feladatokat lát el a szervezet, és a gazdaságpolitikai helyzetről beszélt. Lőrince Péter a külkapcsolatokról, a kereskedelemről és a távol-keleti kérdésekről számolt be. Arról beszéltem, hogy a Vállalkozók Országos Szövetségét 2010 óta fűzi szoros együttműködő kapcsolat a kínai kereskedelemfejlesztési szervezethez, a CCPIT-hoz. Ennek keretében évente 7-8 delegációt fogadunk a különböző tartományokból, és magyar oldalról is 2-3 delegáció megy ki. Több más mellett érdekesek voltak a versenyképességi adatok, mesélt az egyik hallgató, aki gazdálkodás és menedzsment szakon tanul, később pedig egy vállalkozást szeretne indítani. Egy új szervezetet ismerhettem meg, és rengeteg új adatot mondtak számunkra, és talán egy kicsit a képzésünk értelmét is megadja, tehát hogy ilyenekkel kell majd foglalkoznunk. Irodai titkárnak tanul az egyik tűrös diák, ezért érdekelte a rendezvény. Nagyon érdekesek voltak a statisztikai adatok, és megtudtam ebből, hogy Magyarország viszonylag le van maradva a többi országhoz képest. Mik azok a gazdasághoz kapcsolódó képzési területek, amelyben a főiskola a jelenleg folyó képzései mellett más irányokat is ki tudna alakítani? Erről is szó esett sok más mellett a szervezet és a bajai intézmény képviselői között a szakmai napon. Hamarosan nem csak a város, hanem az itt működő iskolák és óvodák is virágba borulnak Baján. A közelmúltban zárult le ugyanis a jelentkezés a Gyermekek a Virágos Bajáért versenyre, amelyet a Bajai Városvédő és Szépítő Egyesület hirdetett meg, összefogva a Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. Kertészeti ágazatával. A felhívásra óvodák, általános iskolák és középiskolák egyaránt jelentkezhettek. Amellett, hogy Baja az idén is indul az országos virágos versenyen, a közelmúltban a bajai oktatási nevelési intézmények számára is versenyt hirdettek, hogy kiterjesszék a virágos környezetet a városban. A 2016 végén újra alakult egyesület elnöke dr. Csebéla elmondta, a zsűrizés 2 alkalommal történik majd, egyszer májusban, egyszer pedig októberben, azért, hogy az intézmények ne akciószerűen készüljenek csak a versenyre, hanem egész évben fenn is tartsák a megszépült állapotot. Akik most vannak az iskolában, azok lássák a különbséget, hogy milyen egy iskola kevés virággal vagy virág nélkül, és milyen, amikor sok a virág benne. Aztán, amikor majd valaki később jön már egy ilyen iskolába, lehet, hogy azért szeret oda járni majd, mert sok a virág. A folyamat szakmai részét helyszíni tanácsadással, valamint induláskor 300 tővirággal is segíti a kommunális kertészeti ágazata. Az értékelésnél több szempontot is figyelembe vesznek majd, mondta Burszki Darinka, az ágazat vezetője. Megnézzük az iskolák bejáratát, a folyosót, az udvart, de nem utolsó sorban megkérdezzük azt, hogy mennyire foglalkoznak a tanárok, mennyire programa az iskola életében az, hogy a gyerekeket bevonjuk a környezet szépítésébe és fenntartásába. A versenyre a jelentkezési határidőig, április 10-ig összesen
összesen 20 intézmény, 7 óvoda, 11 általános iskola és 2 középiskola nevezetbe, köztük az Újvárosi Általános Iskola és óvoda is. Az óvodai intézmény vezetője Makita Lászlóni elmondta, ők már többször is kiérdemelték a zöld óvoda címet, így egyértelmű volt, hogy a virágos versenyre is beneveznek. A motiváció az az volt, hogy ugye az óvodánk kiemelten kezeli a környezeti nevelést, ezen belül is nagyon sok olyan feladatunk van, amit meg szeretnénk mutatni a gyerekeknek. Természetközelség, a természettel való együttműködés, annak óvása, védése, és ezeket pont itt az udvaron, a közvetlen környezetünkben nagyon remekül meg lehet figyelni. A verseny eredmény hirdetése november 7-én lesz, ahol a nyertes az emlékplakett mellett az igazi elismerést, az erkölcsi díjat is bezsebelheti majd. Április 30-áig foglalhatják le utazásukat az Erzsébet program üdülési pályázatának nyertesei. A nyugdíjasok májusban, valamint az őszi és a téli hónapokban mehetnek üdülni 2017-ben ingyenesen. A fogyatékkal élő pályázóknak a nyári hónapok is nyitottak. A szállásfoglalás előtt be kell fizetni a pályázati hozzájárulást, ezt követően az alapítvány az üdülési támogatást utalvány formájában postán, vagy az Erzsébet Plusz kártyára juttatja el a nyerteseknek. Az üdülést a program elektronikus felületén lehet intézni, a szállásfoglalás menüpont alatt, illetve telefonon vagy a kormányablakokban kérhető segítség. A nyertesekhez saját költségen csatlakozhatnak további utazók, valamint több nyertes együtt is foglalhat szállást. További részleteket a www.erzsebetprogram.hu oldalon olvashatnak. Az idei évben is megtartották a Bélás zene délutánt. A több éves hagyománnyal bíró eseményen több területen is számot adtak tudásukról a diákok, a zene mellett a tánc is fontos szerepet kapott, ezzel folytatjuk hamarosan. Bajai Egyesület is örülhetett az elmúlt napokban egy országos pályázat eredményének. Magyarország egyik legnagyobb áruházlánca ugyanis a közelmúltban hirdette ki az Önválaszt, mi segítünk felhívásának nyerteseit. A vásárlók országosan 61 körzetben 177 civil szervezet közül szavazással választották ki a győzteseket, akik együttesen összesen több mint 24 millió forint összegű támogatást kapnak. Bács-Kiskun megyéből 4 szervezet nyert egyenként 400 ezer forint értékű támogatást programja megvalósításához, tudtuk meg a Bajai Áruház vezetőjétől. Lester Gábor elmondta, a pályázat fő célja az volt, hogy országszerte olyan helyi kezdeményezéseket támogassanak, amelyek ott fejtik ki jótékony hatásukat, ahol az áruház vásárlói és munkatársai élnek. Így például Baján bajai szervezetekre lehetett szavazni az idén. Civil szervezeteket támogató program volt, amit úgy hívnak, hogy Önválaszt, mi segítünk. A vásárlók szavazhattak helyi kezdeményezésekre. Hála jönnek idén csak bajai kezdeményezések voltak ebben a programban. Minden vásárlás után kaptak egy zsetont, és ezzel a zsetonnal tudtak az áruházban szavazatot leadni ezekre a kezdeményezésekre. Ez pedig már az a pillanat, amikor az áruház vezetője átnyújtja a figyelemre méltó összeget Németh Lászlónak, a Szerencsés Nyertes Egyesület elnökének, aki a Szent László AMK tanára is egyben. A megyei 4 nyertesből ugyanis az egyik bajai szervezet volt, a Csillaglovas Egyesület. Ők összesen 9251 szavazatot gyűjtöttek az egy hónapos akció ideje alatt. A nyereményt pedig nagy családból származó, valamint hátrányos helyzetű gyermekek lovastáborára fordítják majd, mondta el az elnökük. Véleményem szerint a lovaglás már azért nem elérhetetlen az átlag családok számára, főleg anyagilag, de a hátrányos helyzetű és nagycsaládos gyermekek szülei számára elég megerőltető, mert azért nem a legolcsóbb hobbi. Ezért gondoltunk arra, hogy ők sem maradjanak ki magából az élményből. Az ötnapos napközis tábor a tervek szerint júliusban zajlik majd, és összesen 12 gyermeknek szerez örömet. A résztvevők kiválasztása érdekében az Egyesület már fel is vette a kapcsolatot a nagycsaládosok bajai szervezetével és a családsegítő szolgálattal.
Az öngyilkosságok döntő többségének hátterében a súlyos depresszió áll. A lelki problémát viszont sokan félvárról veszik, sőt, nem tartják igazi betegségnek. Az érintettek száma évről évre emelkedik, a szakemberek szerint pedig néhány év múlva a mentális betegségek teljesen ellehetetlenítik a tartós és kiegyensúlyozott munkavégzést. Ez pedig már nem csak egészségügyi, hanem gazdasági gondokhoz is vezethet. Egy jellem gyengeség, vagy éppen egy rossz szokás, amin egy kis pihenéssel könnyedén túllendülünk. Sok tévhit él a társadalomban a depresszióval kapcsolatban. A lelki betegséget vagy nem veszik elég komolyan, vagy fel sem ismerik az emberek. Az Egészségügyi Világszervezet éppen ezért a depresszió hónapját hirdette meg áprilisban. A depresszió egy prioritást élvez most már, a depresszió kezelése, illetve nem teljesen így, hanem a pszichés betegségeknek a kezelése, a lelki egészségnek a kovácsolása, helyreállítása, mert hát nyilván ez egyrészt nagy számból fakadóan az emberek érdeke, mint egyének, családok, közösségek, másrészt egy nemzetgazdasági érdek is. A tünetek nagyon egyediek lehetnek, viszont a tartós alvászavar, a látványos súlyváltozás, a folyamatos rossz kedv, energiahiány és értéktelenség érzése, valamint a halállal kapcsolatos gondolatok egyértelműen a depresszióra utalnak. A fiatalok közül a serdülők esetében a hormonális változások miatt gyakori a lelki probléma, de ma már gyerekkorban is megfigyelhető a depresszió, ami has vagy fejfájásként jelentkezik. Természetesen a médiaeszközök non-stop használatával érkezett meg a világunkba, ami a leglényegesebb pontja, hogy az iskolán kívül is megtörténik a zaklatás, és ma leginkább az online eszközök segítségével. Ezek az online média eszközök, például a telefon, amit a gyerekek azért tudjuk, hogy ma már ilyen 6-7-8 éves kortól folyamatosan nyomkodnak, a kezükben van, ténylegesen eléri őket az információ, ezeken keresztül történik nagyon sok esetben a zaklatás. A depresszió világszinten 350 millió embert érint, Magyarországon pedig a betegek mindössze 40%-át kezelik. A lelki probléma a nőknél sokkal gyakoribb, szülés után és időskorban is jellemző. Az elmagányosodás hozza magával azt, hogy előbb-utóbb depressziósá válnak. Eleinte úgy érzik, hogy a társaság az egy-egy klub vagy a közösségben lenni nagyon jó, viszont vannak az éveknek olyan szakaszai, amikor nehezebben tud kimozdulni otthonról, gondolok itt a térre, ugye akkor jobbára egyedül vannak, és ez óhatatlanul hozza magával a rossz kedélyállapotot, majd végül is a depressziót. A szakemberek elmondták, a kezelés már a család vagy a közösség segítségével elkezdődhet, nem mindenkinek van szüksége terápiás vagy gyógyszeres kezelésre. Az idei tanév sem telhetett el Bélás zene délután nélkül. A Bajai Középiskola diákjai ezúttal is színvonalas előadásokból összeállított műsorral szórakoztatták a megjelent közönséget. A Bélások csoportos és szóló produkciókkal léptek fel, de a standard táncok sem hiányoztak a palettáról. A hagyományoknak megfelelően ezúttal is a Vadvirág népdalkör műsorával kezdődött a Bélás zene délután. A zenés táncos produkciókból összeállított rendezvénynek ez alkalommal a Tűr István sportcsarnok adott otthont. A kórus vezetője elmondta, hosszú felkészülés előzte meg a több órai zene délutánt. Erre a mai zene délutánra már nagyon régóta készülünk, évelején elhatározódik a műsor, főképpen az énekkaroké, és ezeket a műveket gyakoroljuk. A szólisták, táncosok, magánprodukciók évközben jelentkeznek, minden produkciót meghallgatunk, és ha úgy ítéljük, hogy jó színvonalú, akkor szerepelhet a zene délutánon. A Bélás zene délutánnak több mint egy évtizedes hagyománya van. A rendezvény minden évben lehetőséget biztosít a diákoknak, hogy több ízben is bemutassák a tehetségüket a nagy közönségnek. Az utolsó hetekben szinte minden nap gyakoroltunk, főleg én benne vagyok a kórusban is, azokat a dalokat is, a népdalkörrel is, a búcsúdalt is, meg mi még készülünk egy külön produkcióval is, Tengerpart címmel, úgyhogy arra is gyakoroltunk. Az énekes produkciók mellett a Bajai TSE táncosai látványos koreográfiákkal varázsolták el a közönséget. A zene délutánt minden évben az iskola vegyes kórusának előadása, valamint a végzős énekkarosok búcsúdala zárja. Az idén 16 diák vannak az iskolából. Én nagyon jól érzem magam, mert nagyon remélem, hogy az elkövetkezendő években is még visszajöhetek ide szerepelni, vagy akár csak nézőként.
A műsor végére a kórustagok kissé elfáradtak és elérzékenyültek. Petőnik Kővári André azonban mindenkit biztosított róla, hogy a jövőben is szeretettel várja az énekkari próbákra a diákokat. A sportpercekkel folytatjuk a híradót Putnik Tamás a stúdióban. Kellemes szép estét kívánok mindenkinek! Több fontos sportesemény is vár ránk a hosszú hétvégén. Szombaton, vasárnap és hétfőn is lesznek mérkőzések, versenyek, több sportág képviselői is mozgásban lesznek a következő napokban. Jöjjenek a részletek! Újabb nemzetközi erőpróba vár a hétvégén a bajai cselgáncsozóinkra. Radics Attila három tanítványával utazik a Bosnyák Openre, ahol ismét a kontinens legjobbjaival kell felvenni a küzdelmet. Három versenyző indul tőlünk most, ugye Köller Milán, Knetigem Öke és Mercedes. Hát azt mondom, hogy egy érmet jó lenne hozni, igaz, hogy ez egy kicsit 23-as, sőt hát felnőtt korosztály, tehát ez még mindig nem a saját korosztálya, de az a célunk, hogy egy érmet szerezzen, nem csak ő, hanem akár a Milán és akár az Emőke is. Szintén szombaton hazai parketten vár nehéz feladat a Bajai Bácska FKE kosárlabda csapatára. Cservék Csaba együttese az alsóházi rájátszást vezető Salgó Tarjánt látja vendégül az MNAMK sportcsarnokában, az összecsapás 18 órakor kezdődik. Vasárnap a BLS-e a Soltvadkert otthonában lép pályára bajnoki mérkőzésen, míg a Baja-Szent Istváni focisták 17 órától a jó erőkből álló Mélykút együttesét fogadják a Szent Istváni labdarúgó pályán. A bajai KSE MB2-es férfi kézilabda csapata az idény utolsó hazai összecsapásán a tabella második helyén álló Hőgyész Kárdáját látja vendégül. Nagyon szeretnénk őket megvenni, mert ők mindig nagyon kiélezett meccseket játszunk és nagyon nehéz. Viszont azt megmutattuk már, hogy gyakorlatilag bárki ellen tudunk jól játszani és győzni is akár. Meg gyengébek ellen is tudunk rosszabbul játszani, tehát bármi benne van, mindenképpen győzni szeretnénk végre ellenük. A mérkőzés vasárnap 15 órakor kezdődik a Dr. Posta Sándor sportcsarnokban. Szintén vasárnap rendezik meg Baján a Sárkány Hajósok hosszú távú magyar bajnokságát. A Sugovicán zajló OB-n délelőtt 10 órától rendezik a futamokat, a döntők kora délutánra várhatóak. Hétfőn közel 20 csapat részvételével rendezik meg a Majális Kupa kispályás labdarúgó tornát, míg ugyanezen a napon délelőtt 10 órától jótékonysági futóversenyt szerveznek. Ez a szokásos rotari segélyfutás sorozatunkba illeszkedik bele, ami most harmadik alkalommal kerül megrendezésre. 2700, 5400 és 8100 méteres távokon. Persze korosztálytól függően lehet nevezni a ifjabbak, serdülő gyermek, újonc korosztályok nevezhetnek a 2700 méteres futáson, és a felnőttek akármelyik távra nevezhetnek a 2700 méter, 5400 méteres, illetve 8100 méteres távra is. A rajt délelőtt 10 órakor lesz a Petőfi-szigeti sportuszoda előtt. A sportpercek végén kollégáim nevében is köszönöm egész heti figyelmüket, a hosszú hétvégére kellemes időtöltést kívánok. Viszontlátásra! Most pedig egy-egy mondatban a főbb hírek. Jelenlegi és leendő vállalkozók találkoztak. Szakmai napot rendeztek a főiskolán, generációk cseréltek egymással tapasztalatot. Virágos Ovik és Sulik az oktatási intézmények számára írtak ki egy versenyt. Beszéljünk róla. A depresszió terjedéséről és hatásairól tartottak interaktív előadást a közösségi házban. Kedves nézőink, a Bajai Televízió péntek esti híradóját láthatták. Friss összeállítással kedden este 6 órakor jelentkezünk ismét. A hosszú hétvégén visszapillantó című műsorunkkal találkozhatnak. Hamarosan időjárás és vízállás jelentéssel folytatjuk. Én a kollégák nevében is megköszönöm egész heti figyelmüket. Töltsék kellemesen a hétvégét. Viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Napközben főként a Dunántúl nyugati felén szakadozik fel a felhőzet, ott akár hosszabb időre is kisüthet a nap. Az ország más területein erősen felhős, a Tiszántúlon borult lesz az ég, csupán este felé csökken jelentősebben a felhőzet. Délelőtt a Tiszántúlon is megszűnik a tartós eső, már csak elszórtan lehet kisebb csapadék. Az északnyugati északi szél napközben többfelé élénk, helyenként erős lesz.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 9 fok között alakul, a nyugati határnál talajmenti fagyra is számítani kell. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 11 és 16 fok között valószínű.